Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv ötödik fejezetéből olvasom. Egyetlen verset emelek ki a mai szakaszból, a negyediket. Vajon nem a tiéd volt-e, amíg el nem adtad, és miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Mi indította a szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Anániás és Szafira története talán az egyik legnehezebbnek tartott újszövetségi bibliai rész. Anániás és Szafira azt állították, hogy mindenük Jézusé, miközben ez nem volt igaz. Nem az volt a baj, hogy Anániás és Szafira félretett a pénzéből. Az első gyülekezetben nem volt kötelező a vagyon közösség. Nem valamiféle ős kommunizmus volt ez. Nem. Péter is világossá teszi, hogy Anániásék rendelkeztek a föld árával. Sokkal inkább a hazugságuk volt a bűn. Úgy tettek, mintha mindenüket a gyülekezetnek adták volna, és közben ez nem volt igaz. Természetesen ebből a történetből nem lehet valamiféle törvényszerűséget vagy szabályt kiolvasni. Ha minden hazugság és képmutatás ilyen következménnyel járna az életünkben, akkor talán egyikünk sem élne már. Isten azonban kegyelmes. Ebben a történetben tanít minket, és látható, fizikai módon ábrázol ki egy lelki igazságot. Ez a hirtelen és szörnyű halál, amely Anániást és Szafirát érte, igen, Isten büntetése volt de egyúttal megdöbbentő módon kifejezte azt is, hogy mi ment végbe az ő szívükben. Valahogy úgy, ahogyan az ószövetségi Abigail férjének, Nábálnak a szívében is végbe ment mindaz, ami, ami, amit az ő lelkületében érzett, kővé dermedt a szíve, és ez a lelkület volt benne igazából is. Mit ábrázol Anániás esete? az, hogy ilyen súlyos az, hogy ha valaki Jézus követőjének akar látszódni, látszani, de a szívében vonakodik, hogy mindenben neki engedelmeskedjen. Súlyos volt, amit ők tettek, mert a Szentléleknek, azaz valóságosan Istennek próbáltak hazudni, de hát Isten nem lehet becsapni. Aki ilyennel próbálkozik, az fügefa levéllel próbál takarózni. Nem csak, hogy hamis képük volt Istenről, de a takarózás közben még, önmagukat is akarták igazolni Isten előtt, nem pedig alázattal és szeretettel mentek hozzá. De azért is olyan súlyos ez a cselekedetük, mert hazugságukkal hiteltelenné is tették a keresztjének bizonságtételét. Úgy tettek, mintha Jézustól már új életet nyertek volna, miközben még földi biztonságokba kapaszkodtak. Ezzel kimondatlanul is azt üzenték a világnak, hogy Jézus evangéliuma ilyen erőtlen, csak ilyen képmutató embereket képes gyártani, kitermelni, mondjuk így. De közben nem is Isten volt az erőtlen, hanem az ő szívük volt távol tőle. Ha azonban Jézusban megtalálod életed kincsét, akkor mindent Istennek adsz majd. Azt is, amit másoknak ajándékozol és adományozol, és azt is, amit megtartasz magadnál, vagy a bankszámládon tartasz. Valójában az övélet mindened, hiszen aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Hogyha ez a felismerés és ennek az öröme vezet téged is, akkor már nem a félelem fog mozgatni téged, vagy az önigazolás és a hamis képek mutogatása, hanem Jézusban minden kincsedet megtaláltad, és szabad vagy. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük a te nagy kegyelmedet! hogy azt a büntetést, amelyet mi érdemelnénk, Úr Jézus, Te már elhordoztad helyettünk. Kérünk, add a Te szabadításod örömét a mi szívünkbe, hogy ma is ez mozgasson bennünket. Amen.